Vasárnap estére elmegy a fán, de szörnyű este köszöntött rán. Vasárnap ebédre megsül a fán, de jó vasárnap, virrat virág. Ezúttal rendhagyó módon a farsanghoz kapcsolódva jelmezben érkeztek a gyerekek a ringató foglalkozásra Tolnamözsön. Kákai Emese két gyermekes anyukaként gyakran vett részt hasonló szakkörökön, és úgy gondolta, ő maga is szívesen tartana ilyen jellegű programokat. Én a ringató foglalkozást Gánég Róilona nevéhez köthetjük, ő az alapítója, aki a 3 éves korosztály alatti gyerekeknek hozta létre ezt az öbeli játékokra alapuló kis foglalkozásot. Lényege, hogy erősítsük a szülő-gyermek, illetve nagyszülő-gyermek kapcsolatot. Nem csak szülőkről, nagyszülőkről lesz szó, akár testvérrel, bármely családtagnak a jelenléte fontos a gyermek számára, és lényege, hogy együtt énekeljünk, a gyermek a saját anyanyelvével, zenei anyanyelvével ismerkedjen meg. A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy a foglalkozás vezető esetleg meghívott vendég pár perces hangszerjátéka csendül fel, a gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak, ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak, vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek. Mindig van egy dal, amit úgymond tanítani hozunk, egy kevésbé ismert, ezt többször is eljátszuk a foglalkozás alatt, vannak ölbeli játékok, népdalok, műdalok, mezdésed versek, van egy jártató, amikor körbe megyünk, kis mozgásos játékot játszunk, és a végén újra visszatérnek a dalok. Egyedül szoktunk foglalkozásokat tartani, most meghívtam vendégnek szekszárdi kolléganőmet, Grászeli Boglárkát, aki amúgy Bonyhádon is tart foglalkozásokat, és most együtt egymást erősítve játszunk. Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítik, ezek mindig a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik. Ide tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz, kar és lábjátékok. Én teljesen friss hús vagyok, ha szabad így mondani, én nyáron végeztem a tanfolyamot, és most ősszel kezdtem októberben itt a környéken, de nem csak Mözsön, hanem Dunaszentgyörgyön és Bogyiszlón is tartok foglalkozásokat. Igazából születéstől kezdve, hogy az anyuka kényelmesnek gondolja, az óvodáskor megkezdéséig. Gyertek, gyertek, hozzájárjunk táncolni!